Hát sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát ez még nem a karácsonyi adás, ha így megláttátok, de talán a Mikulás adása, és lehet, hogy a Mikulás ma rengeteg ajándékot hoz azoknak, akik ma este itt vannak, legfőképpen információban és tudásban. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm a másik Mikulást itt körünkbe, és nagyon örülök, hogy itt vagy. Ezt a beszélgetést már terveztük, hát még Antáliába, ha jól emlékszem, akkor ott már beszélgettünk, hogy én nagyon-nagyon szívesen kérdeznélek olyan dolgokról, amik most történnek veled, és itt közben sok szeretettel köszöntöm az érkezőket is. És nem véletlenül, hiszen az elmúlt hónapokban csak amit én tudok, bár valószínűleg sokkal kevesebbet tudok, mint amit te tudsz, az már okot adott arra, hogy veled egy riportot csináljak újra, és kérdéseket tegyek fel neked. Úgyhogy hát örülök, hogy itt vagy, és most elnézést, illetve hát, hogy egyedül téged hívtalak meg, és Csilla, tudom, hogy ott van a háttérben, de talán most így, ha így kettesbe beszélgetünk, akkor jobban fel tudom tenni a kérdéseket. Bízom benne, hogy őszintébben válaszolsz, és szerintem nagyon-nagyon sok mindent tudhatnak meg azok, akik ma itt vannak. Úgyhogy köszönöm. Nagyon szívesen, és ha már Mikulás este van, a Mikulás ajándékokat szokott hozni. Én egy olyan ajándékkal készültem, hogy azok, akik ma este itt vannak élőben velünk, bármilyen kérdést feltehetnek, én arra elmondom az igaz őszinte választ. Milyen titkaimat kifaggathatjátok. Hát ez nagyon jó. Ugye az apropót már megírtam egy kicsit a beharangozóba, és te majd azért kicsit így korrigálni fogod a számokat, de igazából azok után, ami így veled történt, és itt most már itt vagyunk a decemberben, nagyon közeleg a karácsony, ugye itt a fejünkön a Mikulás, és hogy érzed magad az év végén? Tehát, hogy sikerült neked ez a 2022-es év, 13-14. Éve a DXM Magyarországon, és rekordokat döntögettél. Hogy érzed magad? Hát fantasztikusan érzem magam egyrészt, mert végre úgy érzem, hogy találtam valami olyat, amit mindig is kerestem, amivel igazán eredményes lehetek, és ez egy baromi jó érzés, ennek mindenki örülne. Viszont hadd javasoljam, hogy vegyük le a sapkát, mert oké, hogy Mikulás van, de ez a videó később is nézhető legyen. Nagyon nagy ötlet volt, főleg azért, mert már nagyon melegedett be a fejem. Most előre sajnálom az összes Mikulást, akik ma este vagy holnap este a gyerekekhez járni fognak. De hát akkor, mivel úgyis most már komolyabb dolgokra kerül a sor, szerintem most már így sokkal jobb sapka nélkül. De kezdjük az elején. Te miért döntötted el, vagy hogyan döntötted el, miért gondoltad azt, hogy az online hálózatépítés lesz a te utad? Ez egy nagyon érdekes dolog. Miért? Bocsánat, nem csak hogy hogyan, hanem hogy miért. A miért, világos. Ugye ennek az egyik oka az, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, akit ha valaki megszólít, én nagyon kedvesen és szívesen elbeszélgetek vele, de nem én vagyok az, aki meg fogom szólítani. A másik az, hogy apai ágon egy iparos családból származunk, és én abban nőttem fel, hogy hát venni még mi csak-csak tudunk néha úgy jó dolgokat, na de eladni, hát az nem a mi műfajunk. Hozzáteszem, nagyon érdekes, hogy anyai ágon viszont a nagyapám, most figyelj, kávé és gyarmatárú nagykereskedő volt, tehát ő vagonszámra vásárolta a kávét, a kakaót, a cukrot, a fűszereket. Te előnyből indulsz. Igen, de lehet, hogy így előjön a véna belőlem. A másik dolog viszont az, hogy ugye a mi szponzorunk Faragóné Keserű Judit akkoriban én azt hiszem, hogy kizárólag online dolgozott, és ő ezeket a módszereket tudta nekünk átadni. És az nagyon szimpatikus volt benne, hogy itt nem kapsz elutasítást, mert aki elutasít, az gyakorlatilag elkatintja a weboldaladat, és kész. És én szerintem ezek így együtt, ez volt az, ami erre felé vitt engem. Nekem úgy megvannak a fejemben a kérdések, de elnézésedet kérem előre is, tehát hogy a válaszaidból azért nekem jönnek újabb kérdések. Abszolút. A poszt alá írt, finoman szólva is, ökörségek, azok nem elutasítást akarják, vagy azt másképp éled meg?
Mindig vannak trollok. Azt szokták mondani, hogy ha megtalálnak a trollok, akkor valamit jól csinálsz. Mert amíg nem talál meg a troll, addig nem is nagyon vagy látható. És ugye ezt tudjuk mindannyian, vagy szerintem kívánom, hogy mindenki tudja, aki minket hallgat, hogy amikor egy trollnak válaszolsz, akkor soha nem neki válaszolsz, hanem az összes többinek, aki olvassa mind a kettőtök hozzászólását. Tehát nagyon fontos az, hogy őt hogy reagálod le, és ebből is kijöhetsz pozitívan, hogyha azt mondják, hogy ez nem olyan típus, aki páros lábbal áll bele a másikba, hanem ez egy, nem tudom, egy empatikus, értelmes ember. Tehát még a trollok is tudnak segíteni, tehát ügyesen. Hogyne, ezt pont múlt héten olvastam egy könyvbe, aki szintén egy nagyon-nagyon sikeres ember, és ugye ő akkor, amikor igazán akart valamit, és igazán akart érni valamit, akkor fél óránként nyomta a posztokat. És ezt mondja, néha már a munkatársainak is nagyon-nagyon sok volt, és le akarták állítani, de azt mondta, az eredmények őt igazolták, mert soha, de soha nem volt akkora bevétele és akkora értékesítés, mint abban az időszakban. Uh-huh. És természetesen kapott ő is ilyen negatív kritikákat a poszt alatt, de ő ezt így intézte el, hogy föltette egy kérdést a követőinek, hogy és ti mit gondoltok erről, és hagyta, hogy a dolgot lerendezzék egymás között. Azt mondja, pillanatok alatt legyilkolták a trollokat egyébként a követők, úgyhogy úgy neki nem kellett foglalkozni ezzel az egésszel. De hát haladjunk tovább, hogy hány éve csinálod egyébként most az online-ról, csak az online-ról, mert te ha így kezdted el, akkor ez nagyjából egybeesik neked a DXN üzletében, de hány éve kezdtél bele a hálózatépítésbe, és... 2011-ben csatlakozott Csilla február elején, én azt hiszem, hogy március elején ő hozzá, aztán később összevontuk a pozíciókat, tehát durván már lassan 12 éve. Az igen, tehát 12 év tudás, tapasztalata van benne most azokban a sikerekben, amelyek így most élnek. Majd még fogunk beszélni egyébként a pontos sikerekről, nem akarom lelóni nagyon a poént, bár szerintem nagyon-nagyon sokan azért tudják, akik közel állnak hozzád, de sokan olyanok is fogják megnézni ezt a beszélgetést, akik szerintem, akik irigykedve nézik, bár szerintem irigykedni nem kell, hanem inkább csinálni. Csinálni, persze. Ez a jó. Nekem mindig az merült fel, főleg akkor, amikor én is elkezdek valami online kampányt, vagy próbálkozom, hogy szerintem mi az, honnan tudod előre, hogy mi az, ami sikerülni fog, vagy vannak megérzéseid, hogy milyen irányban kell elmenned a kommunikációban, milyen téma irányba kell elmenned, honnan tudod előre, hogy mi lesz sikeres, mi nem? Sehonnan nem tudom. Erre mondok egy nagyon jó sztorit. Az a tartalom, ami most nekem ezt a belépő cunamit így elindította, az szerintem egy olyan 6-8 éves tartalom. Én olvastam egy könyvet a Szerves Germániumról, ebből tartottam magyarul is és németül is egy-egy webkonferenciát, és annak a felvétele ment föl a YouTube-ra. A magyart különösebben nézegették, de úgy nem nagyon volt semmi hatása. A németről úgy néha-néha jöttek, mondjuk két havonta egy ember úgy beesett, akit ez érdekelt, és esetleg be is regisztrált. Aztán egy évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy rá is értem, hogy talán már tartok ott a filmvágás, meg az ilyen effekteknek az ismeretében, hogy megcsinálhatnám én ugyanezt a tartalmat egy picit pofásabban, hogy szebb legyen. Meg is csináltam, az is ment fel a YouTube-ra, mind a kettő. Az se olyan nagy duranás nem okozott. Aztán elkezdtem TikTokozni, és az jutott eszembe, hogy hát jó lehet ez a tartalom a TikTokra is, szétvagdalom ilyen 3 perces részekre, és amikor nem lesz semmi más témám, akkor azokat majd fölteszem. És megcsináltam a németeket szépen egymás után, fölraktam egy olyan 2-3 hónappal ezelőtt, hát ilyen 100 és 300 közötti nézőszám volt. És amikor Krétán nyaraltunk Csillával szeptember elején, akkor hát elsősorban nyaraltam, de azért csináltam ott filmeket is, és amikor úgy kifutott az anyag, na mondom, akkor most fölrakom ezeket a Szerves Germánium részeket. És képzeld el, hogy az elsőt feltettem, és 1-24 óra alatt majdnem 80 ezeren nézték meg. Mondom. Aztán a második rész akkor szintén 1-24 óra alatt 100 ezer fölé ment, most már 350 ezer körül jár, és mindig jön, és újra jön, és újra jönnek az érdeklődők. És látod, hogy ez a tartalom már évek óta fenn van. Mindenféle csatornán. És németül
YouTube-on sokkal jobban ment, a TikTokon nem nagyon érdekelt senkit. Megcsináltam azóta angolul is ilyen 100-200, esetleg 300 megtekintés volt. Nem tudom, hogy mi alapján indul el, és mi alapján nem. Viszont mivel segíteni szeretnék, ezt én el is döntöttem magamnak, én hozok egy olyan segítséget, amit mindenki tud használni. Hogyha eredményes akar lenni a közösségi médiában, akkor ezt próbáljátok meg így csinálni. Képzeljétek el egy olyan szituációt, hogy valaki vendégségbe jön hozzátok. Lehet ismerős is, de még jobb, ha egy ismeretlent képzeltek el. Beszélgettek vele, aztán ő elköszön, hátat fordít, és megfogja az ajtókilincset. És te ekkor mondasz neki valamit, és amit mondasz neki, az, amit kit lehet posztolni a közösségi médiába. Olyat mondjál neki, hogy az a távozó ember, aki már a kilincset fogja, visszaforduljon. És ha tudsz neki olyat mondani, akkor körülbelül 30 másodpercet van, hogy átadd az üzeneted. Ha ez neked nem elég, akkor 30 másodperc múlva megint kell neki egy olyat mondanod, amitől ő megint elengedi a kilincset, és visszafordul. Mindig úgy kell kommunikálni egy ilyen embernek, aki menni akar. Mert a közösségi médiában, különösen a TikTokon iszonyatosan sok az információ. Annyira színes, mint amikor a macskát el tudod képzelni, hogy nézi a karácsonyfát, és nem tudja, hogy melyiket kéne megpofozni, melyik gömböcskét, mert annyi van, olyan sok van, olyan sok szín van, csillogás van. És ebbe a versenybe szállsz te be. Tehát mindig ez járjon az ember eszébe. Ez egy nagyon jó gondolat volt, ez meg is maradt bennem, meg ezt így el is képzeltem, hogy mi az, amikor valaki meg fogja távozni, és hogy mi az, amivel ott tudom tartani. Milyen trendek, vagy egyáltalán tudtál-e trendekre felfigyelni a posztjaid alapján? Hogy mi az, amire jobban ugranak, amiben jobban vevők? Tehát vannak-e ma ilyen trendek szerinted a mi területünkön? Most tudom, hogy persze, a csinos lányok azok mindig előnyben vannak, és azért vannak, de hogy meg vannak olyan témák is mindig, amelyek felkapottak, de hogy igazán a mi területünkön, ágazatunkban vannak-e trendek? Ha úgy gondolod, hogy például módszerek, trendek úgy van, persze mindig más egy picit, meg a felület is változik, mert korábban volt az Instagram, amire mindenki azt mondta, hogy fú, erre a vonatra föl kell szállni. Én is felszálltam, de különösebben én nekem ott nem termett babér. De inkább azt mondom el, hogy mi az, ami örök. Az az örök, ami az embereket érdekli. Hogyha olyat tudsz neki mutatni, ami érdekli, akkor az őt érdekelni fogja. És nagyon jó trendek például a különböző testi problémák, ilyen, hogy a reflux, vagy magas vérnyomás. Olyan, ami egyrészt talán egy picit apróság, mert jó, persze kellemetlen a reflux, de hát azért annál vannak sokkal komolyabb betegségek is. Néha olyanokat hallok, olyan emberek keresnek meg, hogy azt se tudtam, hogy létezik ilyen turva betegség. És hogyha olyat tudsz nekik mutatni, ami az ő problémájára megoldást nyújt, szétszedik a videódat, tehát az akkor nagyon tarol. Tehát, hogy ez az, amit meg kell mindenkinek tanulni, hogy olyat mondj, ami róla szól, nem te rólad szól. Tehát az, hogy most mondok valamit, kiteszel olyan videót, ami arról szól, hogy te most, nem tudom én, iszod a kávédat, az rólad szól, nem ő róla szól. Tehát úgy legyen kitéve, hogy ő akarja azt a kávét megkóstolni, mondj egy olyat, vagy mutass egy olyat, amitől ő nekik felcsillan a szeme, hogy ó, én is akarok ilyen kávét. Na, ez az örök. Tehát ez inkább ez a... Most volt egy ilyen trend, teszem fel a TikTokon, hogy erre a Jeruzsálem a zenére kellett táncolni. Tehát, hogyha te úgy vagy ott fent, mint egy szakértő, akár a ganoterápiában szakértő, vagy nem tudom, vagy a te esetben mondjuk a futásban, amatőr futásban, akkor nem feltétlenül kell neked táncolni a Jeruzsálem a zenéjére. Azt nyugodtan kívánok. Valószínűleg nem, bár lehet, hogy ezzel vonzanám a nézőket, mert annyira esetlen lenne a mozgások. Igen, lehet. Tehát inkább arra koncentráljunk, ami örök. És hát eljött a pillanat, mert ugye húzzuk le a leplet, hogy az elmúlt 3 hónapban milyen számaid vannak. És itt ugye elsősorban a regisztrációk érdekesek, és ezt most mindenkinek mondom, ami itt van, az Zolival megállapodtunk, hogy ez a beszélgetés az tényleg arra megy ki, nem feltétlenül csak arra, hogy a Zoli mennyire ügyes volt az elmúlt 3 hónapban, amit mindenki tudja, és szerintem rekordot döntött. Én nem ismerek olyat, aki 3 hónap alatt több mint 100 frontvonalat hozott be,
13 év elteltével itt Magyarországon. Illetve a Lacinak a számait, Kocsó Lacinak a számait, ugye nem ismerem a kezdeti számait, de hogy biztos, hogy ez egy óriási rekord, főleg egy 13 éves piacon. De hogy a konkrét számaidról most úgy húzzuk már le a lepedőt. Jó, hát a szeptemberben elindult ez ugye ezzel a bizonyos szerves germánium videóval, és a szeptemberi közvetlenek azok 64-en voltak, tehát 64 közvetlen belépő. Egy hónap alatt 64 közvetlen direkt. Szép. És ezek 2800 valahány pontot hoztak akkor. Tehát közöttük van olyan is már, aki ilyen egy doboz GL kapszulával szállt be, és a múlt hónapban 1200 volt a közvetlen pontja. Csak egy pillanatra hagyszakítsak félbe, hogy ez a 2800 pontérték mit jelent. Ugye nagyon sokan, akik folyamatosan havi gyémánt kvalifikációval küzdenek, az azt jelenti, hogy ha te ott vagy ezen a szinten, és mondjuk egy hasonló produkálsz, akkor neked soha az életben nem lesz kérdés a gyémánt kvalifikáció. Tehát ez a 2800 pont, ez ennyit takar. Bocsánat, hogy megszakítottalak. Tehát annyi, hogy, és ezt akartam itt mellé tenni, hogy az, hogyha valaki 49 pont, vagy 39 és fél pont, ugye a 90 szemes GL, annyival csatlakozik, de két hónappal később már 1200 pontért vásárol, úgyhogy nem én hívogattam, nem is vette fel velem a kapcsolatot. Illetve nem válaszolt az én kapcsolatfelvevő levelemre, az azt jelenti, hogy a DXN termékek piszok jók. Na, ez volt a szeptember, október az gyenge volt, mert ennek a fele volt 32, direkt. Egén Zoli. Ők 1400 valahány pontot hoztak, tehát az abban a hónapban, amikor csatlakoztak. A múlt hónapban volt, hát ahogy így feleződik, tudod, mert a 64-nek a fele a 32, most 16-nak kellett volna lenni, de 26 volt múlt hónapban, és hát most december 5-e van, és már 10 belépőnk van ebbe a hónapba is közvetlen, úgyhogy egyelőre elégedett vagyok, jól megy. Igen, ez nem csodálom. Amikor így beregisztrálod őket, egyébként van közvetlen reakció, vagy ilyenkor történik egy vásárlás, mert azért fölvenni, nem tudom, több mint 100 emberrel a kapcsolatot, ezt most nem is adtam össze, mindig nekifutok egyébként, hogy összeadom, hogy mondjuk szeptembertől idáig pontosan 124. mennyi. 124. Meg az a 10 decemberből, tehát akkor mindegy, azt még leszámoljuk. Igen, tehát hogy 124, ez tényleg egyébként itt látod, mindenkitől kapod az ámuló és elképesztő üzeneteket, de hogy 104 emberrel a kapcsolatot is fölvenni, azért az se semmi. Ezt hogy oldottad meg például? Ugye én most komolyan mondom, mindenki azt fogja mondani, hogy irigyli a problémámat, de borzasztó nehéz, hogy amikor 11-13, néha 15 órát ledolgozok, és akkor hazajövök, és még vár 3 vagy 4 e-mail, amit meg kell válaszolnom, meg még nem tudom, hogy mennyi messenger üzenet, meg még a hozzászólások akár a TikTokon, hogy én is szeretnék, hogy kaphatok. Fú, ez leterhelő, tényleg. Abszolút megértelek, de talán ezt az egészet azért csinálod, hogy aztán a 15 órát mi egy otthon töltesd ezekkel az új regisztrátjaid vagy belépőiddel, és segítséget ígértünk, mivel Mikulás nap van, és ezt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az mellett, hogy elképedtek, bármi, ami eszetekbe jut, tegyétek fel a kérdést, mert a Zoli ma segíteni jött, ő ma a mi Mikulásunk a sikerek nyomában, és igen, áldott teher, mondja Püspök Jandi. Hát valóban az. De hogy mitől vagy te más, mitől érzed magad másnak például az online térben? Tehát, hogy mi a különbség egyébként azok között, akik egyébként posztolnak, sokat posztolnak, és mi az, amit te, bár lehet, hogy már megadtad a választ ezzel a kilincsel. Nem, én azt gondolom, hogy a hitelesség a legfontosabb. Hogy ugye van az a mondás, hogy nem elég hitelesnek lenni, vagy hogy van ez, hanem annak is kell látszani. Tehát én úgy gondolom, hogy sikerült nekem azt, most ez egy rossz szó, hogy elhitetni az emberekkel, mert én tényleg így gondolom, hogy én szívesen segítek, de én azt mindig mellé teszem a videóimba is mindenhol, hogy nem minden áron. Tehát, hogy ha valaki nem akarja az én segítségemet, akkor nincs vele gond az én részemről, de most megint mondok valamit, amit lehet, hogy ki kellene vágni ebből a videóból,
de túl sűrűn történik a következő sztori ahhoz, hogy csak véletlen legyen. Amikor jöttünk haza Antáliából, ugye menet közben is én folyamatosan ez írt, az írt, ez akar velem beszélni. Ahogy beléptünk magyarba, én telefonon beszéltem. Igen, ezt tanúsíthatom. Tehát én beszéltem is valakivel. Azt mondta, hogy fú, szuper, ott lakik nem messze tőlünk, itt pontosabban ugye Szentpöltentől, és hogy akkor ő ezt elkezdi szedni, és fú, milyen jó, meg minden. És nem regisztrál, és nem regisztrál. Egyszer még ráírtam, hogy van-e technikai nehézség, mert akkor segítek, vagy ha meggondoltad, akkor hát nincs most ideje, de majd. Képzeld el, egy héttel ezelőtt azt írta rám, hogy prostatarákot diagnosztizáltak nála, kezdő stádium. Na, akkor most mit szedjem? Hogy nagyon sokszor van az, hogy emberek megtalálnak, azt esetleg aztán nem mégse lépnek, és egy bizonyos idő elteltével meg rám írnak, hogy van egy gyógyíthatatlan betegségük. Tehát én azt gondolom azt, hogy a teremtő az tudja, hogy mi vár ránk az úton. Ő tudja, mivel hogy valószínűleg az ő keze van benne, hogy mondjuk 3 év múlva neked lesz egy halálos gyógyíthatatlan betegséged, és eléd rak keresztutakat. Ha ott jól döntesz a keresztúton, akkor letérhetsz arról az útról, ami a betegség felé visz. De te döntöd el. Ő csak eléd teszi a keresztutat. És azt gondolom, hogy soha nem véletlenül találkozik senki se velem, se veletek, se senki mással a DXN-től, hanem ő neki azzal dolga van. Tehát úgy kellene dönteni, vagy meg kellene fontolni ezt, hogy mi ott a jó döntés. És mondom, rengetegszer van ez, hogy nemmel dönt, és bizonyos idő múlva meg ott van, hogy beleesett a szakadékba, vagy a gödörbe, amit kikerülhetett volna. Nem is tudom, mi volt az első a kérdés. Bocsi, elfelejtettem itt közben, eltértem. Nem, szerintem válaszoltál közben rá, de én arra is kíváncsi vagyok, hogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan időszak volt, ugye ezt nem kudarcoknak hívjuk, mert mindenből lehet tanulni, amelyek olyan tanulságos időszakok voltak. Tehát, hogy neked például voltak-e olyan időszakok, vagy inkább szakaszok, mert szerintem lehet, hogy ezek szakaszokba is lehet mérni, hogy amikor az embernek úgy nem úgy jönnek össze a dolgai, az nem így jön, hogy egyszer egy sikeres, egyszer egy nem, hanem vannak ilyen szakaszok, aztán utána jön egy másik széria, hogy melyek voltak ezek a tanulságos szakaszok neked, ami nagyon sokat tanultál, és aminek talán egy következménye vagy eredménye lehet ez a sikeres széria. Volt nem régen egy olyan időszak, én nagyon sikeresen hirdettem a Facebookon, pár évvel ezelőtt volt egy jó célcsoport, és nem ilyen sok, de egy olyan havi 5-6 belépőt hozott az is. És aztán egyszer csak a TikTok, a Facebook letiltott a hirdetési kontómat azzal, hogy megsértettem a mit tudom én milyen szabályzatot. És akkor úgy éreztem, hogy betonfalnak száguldottam 120-szal, mert hirtelen az a nagy beáramlás az így megszűnt, de mintha elvágták volna. És én akkor folyamatosan kerestem azt a helyet, ahol sok embert el tudok érni. És egészen mostanáig várni kellett. Tehát én is próbálkoztam sok mindennel, és a TikTokra is azért izgultam rá, mert azt mondták a szakemberek, a marketing szakemberek, hogy fú, az most nagyon megy. És hogy ez a tanulság belőle, hogy egyrészt nem feladni, másrészt, hogy mindig változik. Tehát most lehet, hogy a TikTok 2 év múlva sehol nem lesz, tehát egyszerűen nem fogsz tudni senkit elérni rajta, mert. De lehet, hogy akkor lesz egy másik platform, amit még csak most programoz valaki a sufniba hátul. Tehát, hogy mindig keresni kell az utakat, és ha tényleg keresed az, aki keres, az talál, tehát meg is fogod találni. Ennyi. Én ezzel abszolút egyetértek. Kaptunk egy kérést, inkább nem is kérdést, és az lehet, hogy ide is illik, mert szerintem a sikerszériádba azért belejátszott még itt ugye a nagy szerves germánium előtt az enzimmix is. Hogy ez egy elég sikeres projekted volt. Ez például mit hozott neked az online térben? Az folyamatosan azóta is hoz, mert tehát így annak ellenére, hogy végül is én is több mindenről posztolok a TikTokon, én is mindig megyek, amerre látom, hogy volt egy időszak, amikor például a fermentált dolgok, azok tetszettek, azoknak volt nagyon sok nézettsége. Annak azért nem örültem, mert hát én nem abban építek üzletet. És hogy aztán volt egy időszak, amikor a fogyással volt az, hogy sok ember megtalált, és
Aztán utána a szerves germánium, most megint egy picit a fogyás, volt olyan videóm, ami arról szólt, tehát hogy az folyamatosan megy, és tényleg úgy van, hogy az emberek nagyon sokan szeretnének fogyni. Úgyhogy én azt gondolom, amikor ezt megtaláltam, vagy észrevettem, hogy az enzim mix ennyire csökkenti az étvágyat, hogy ez jobb, mint bármi. Mert hogyha te szeded a kapszulákat, vagy nem tudom, iszod a kávét, az nem látszik rajtad. De ha lefogysz 5-10-20 kilót, az látszik rajtad. És azért meg fognak szólítani, hogy wow, hogy lefogytál. Azért nem szólítanak meg, hogy wow, milyen jó kávét iszol kinézetre. Tehát az egy nagyon jó üzletépítő eszköz, ami szemmel látható rajta. Lehet egy kozmetikum is ilyen, hogyha valakinek mondjuk nagyon csúnya volt a bőre egész életében, vagy pattanásos, vagy valami, és hirtelen olyan lesz, mint egy manökennek a fotón, akkor az is jó, mert azért is meg fogják szólítani. Úgyhogy én ezt javaslom mindenkinek, pláne aki túlsúlyos, hogy állj bele a kihívásba, mert ezzel jó lehet üzletet építeni. És ezt most ragadjuk meg ezt az alkalmat itt az enzimmixel kapcsolatban, hogy december elejétől, és ezt szerintem aki itt van, remélem, hogy már mindenki tudja, van egy hihetetlen jó promóció, ami ugye három enzimital mellé egy ajándék alma enzimital is jár, és ez egy tényleg egy 30 eurós, most attól, hogy ugye Ausztriában ez 30 eurós vagy közel 12 000 forintos kedvezmény, tehát azt gondolom, hogy nagyon érdemes most ebbe a promócióba beállni, illetve még egyet így hagyd mondjak el menet közben, hogy kapható Olaszországban a gyöngypor. Tehát bárki, aki szeretné és elérhetni, biztos, hogy szponzoronon keresztül tud rendelni és szállítani Rómából, úgyhogy ezeket érdemes kihasználni, és ezek mind olyan újdonságok, amelyeket szerintem a social médiában is érdemes kihasználni ezeket a dolgokat. Van két szó, nem is, hogyha meghallasz, de melyik az, ami jobban kell, a szorgalom, vagy a tudás szerinted az online sikerekhez? Ez egy szorzat. A szorgalom és a tudás egy szorzat, és hogyha az egyik szám nagyon kicsi, akkor a másik számnak nagyon nagynak kell lenni ahhoz, hogy a szorzat jó legyen. Az is egy közmondás, hogy sok lúd disznót győz. Tehát mondjuk lehet, hogy egy disznót legyőzni kell 120 ezer lúd. És hogyha nem tud 120 ezer lúdat hozni, mert egyszerűen nincs rá idő. Tehát most én ezzel azt akarom mondani, hogy a mennyiség azért legyőzi a minőséget, de lehet, hogy akkora mennyiség kell, amit nem tudsz prezentálni, mert nincs rá időd. Én emlékszem rá, hogy itt azért az elmúlt 13 évben, vagy az én esetemben 12, amióta DXN építek, ismertem olyan hálózatépítőket, online-osokat, akik nagyon sikeresek voltak, és lehetetlenség volt azokat a számokat hozni, amit ők csináltak, tehát azt a rengeteg weboldalt, meg videót, meg posztot. Olyankor, hogy mondjam neked, elég a mennyiség is. De hogyha ezt nem tudod hozni, ja, várj, akkor eszembe jutott még az, hogy nekünk volt a Striflerné Erzsike, aki az első gyémántunk volt, hogy ők nagyon sokat dolgoztak a lányával ingyenes hirdetésekkel. De embertelen számokkal dolgoztak. Tehát valami elképesztő. Én nem tudom a számokat, hogy mennyi hirdetést kellett nekik feladni ahhoz, hogy havonta 10 000 látogatója legyen a honlapjuknak. Tehát, hogy van, működik a mennyiség, de ha ezt nem tudod hozni, akkor tök jó, hogyha egy kicsit a minőségre is adsz, és egyre jobb posztokat, jobb videókat csinálsz, mert akkor nem is kell az a nagy minőség. Tehát így értsétek ezt, hogy melyik. Köszönöm a választ. Ez szintén egyébként saját vélemény is, de sikeres embereknél egyébként nagyon, nagyon megosztott dolog, már mind úgy, hogy ők ezt mindig megosztják, hogy ők nagyon sok platformon folyamatosan kommunikálnak. Tehát minél több platformon van az ember, és minél több platformon áraszt információt, akkor annál nagyobb esélye van egyébként a megkeresésre és a sikerre. Magyarán nem állt, ha az ember a csapból is folyik, mert amit te is mondtál, hogy előbb-utóbb, ha valami történik valakivel, akkor azon nyomva eszébe jut, és pont most ezt említetted, ezt a dolgot, engem is tegnap este hívtak fel, holnap találkozom is vele, nagyon-nagyon régóta nem találkoztam, de pont ezért, mert nagyon sokszor ott vagyok mások előtt, ezért rögtön megkerestek, és hozzám fordultak itt a közelő Sopronba. És térjünk át egy másik területre,
ha már látogatód és vendéged. Nem, megjött, ilyen, vendéget. Nem hívtam, de ide. Hát igen, ők ilyenek. Hogy nagyon nagy híve vagy a Kaizen módszernak. Uh-huh. És számomra az is egy óriási példa volt, ez volt a másik terület, ami miatt akartam veled beszélni mindenképpen, mert kim voltunk Antáliába közösen. Nekem az az út, az a 13-14 nap, nem tudom mennyik voltunk együtt, egy óriási élmény maradt, így Józsiékkal, Valiékkal, meg Csillával is így együtt. De az, hogy láttalak egyébként működés közben is, ugye az valóban a hitelességedet, azt már nagyon megerősíti, de amikor kimentél a színpadra és megkérdezted, hogy magyarul vagy angolul beszéljek-e, amikor felkértek az előadásra, akkor, és úgy, hogy tudtam, hogy soha a büdös életben neked nem volt angol tanárod, akkor ez erre tényleg úgy rákérdeznék, hogy milyen területei vannak még az életednek, ahol ez a Kaizen módszert használod, és nagyon, nagyon sikeres lettél belőle, vagy nagyon sok sikert éltél meg magad számára. Mert természetesen nem az angol királynő előtt kellett beszélned, hanem egyszerűen egy teljesen hétköznapi megértést és információ átadást kellett megtenned, de hogy ezt olyan magabiztosan és lazán tetted, hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Na, szóval visszatérve a kérdésre, milyen területeken éled át ezt a Kaizen módszert? Hát először is mondjuk, hogy mi a Kaizen módszer. Ezt az amerikaiak találták ki a második világháború elején, csak a japánok szerettek bele teljesen, és a név is tőlük származik. Ennek az a lényege, hogy ha 100 kis részterületen tudsz javulni 1%-ot, akkor te megdupláztad a teljesítményed. És 1%-ot javulni, az nem kunszt. És ez a, ugye a pici lépéseknek a módszere. És én azt gondolom, hogy elég sokszor használtam már, de most kettő dolgot, végül is a nyelvtanulás az egyik, de a másik dolog az, hogy én egy olyan másfél éve, legalább, de lehet, hogy már ez hosszabb, én jogázni szoktam reggelente. Mert mielőtt ezt elkezdtem, már én nem nagyon szerettem fűzős cipőt vásárolni, mert nem nagyon tudtam, nem szerettem bekötni a cipőfűzőt, mert olyan nehéz volt lehajolni odáig. És aztán rákerestem a YouTube-on, hogy jóga kezdőknek első videó, amit kidobott, 15 perc, tök semmi egyszerű. És képzeld el, hogy egyrészt le tudom az ujjaimat érinteni a földig, hogyha így összezárt lábbal állok, másrészt meg a lótuszülést meg tudom csinálni újra. És én azt gondolom, hogy ahogy az ember öregszik, ez egyre fontosabb lenne, hogy az izületei ne merevedjenek meg, hanem legyenek lazák. Úgyhogy én ezt imádattal csinálom most már, tehát nem nehéz magam rávenni arra, hogy egy picit, egy 10 percet, 15-öt jogázzak reggelente. És a másik ugye a nyelvtanulás, az, ami szintén ilyen. Most már én nekem valami 1380 valahány napos szériám van megszakítás nélkül, az 3,5 év. Tehát a Duolingóval. Tehát 3,5 év minimum napi 15 perces angol. Körülbelül, igen. Igen. Hát ez egy szép idő egyébként, ez már ezért több tanfolyamra, angol tanfolyamra is kijön, mindezt ingyen, viszont következetesen és rendszeresen. A jogát mióta csinálod? Pontosan nem tudom, de olyan másfél év szerintem már van. És mi motivált a tanulásra, az angol tanulásra? Ugye Ausztriában élsz, magyarul, németül kommunikálsz elsősorban a piacokon, tehát az online térben. Mi motivál az angol tanulásra? Hát én nekem a húgom Ausztráliában él 33-34 éve, és a sógorom az ausztrál, tehát ő csak angolul beszél, leszámítva azt a néhány nem nyomdafestéket nem tűrő szót, amit megtanítottunk neki, mert azért a legfontosabb a magyar kötőszavakat azt neki is meg kellett ismerni. És mi 2014-ben voltunk náluk látogatóban, és én akkor kezdtem el a Duolingóval, mondom, hát ez nem jó az, hogy én... Ja, és a két lányuk, az egyik az én keresztlányom, ővelük nem lehet magyarul beszélgetni, mert ők se tudnak magyarul. Mondom, ez így nem jó, hát valami picit legalább már tudjak, és aztán így elkezdtem. Van még egy dolog, amit én így saját magamon megfigyeltem, vagy inkább a többi emberen figyeltem meg, hogy mikor eldöntik, mondjuk, hogy ők most Nordic Walking-ozni akarnak. Az első dolog, hogy elmegy a sportáruházba, megveszi a botokat, megveszi a gyaloglócipőt, ha van olyan, meg a nem tudom milyen ruházatot, aztán 2-3 hétig Nordic Walking-ozik, aztán az egész megy a kukába. És én ezen mindig röhögök, mert én azt gondolom saját magamról is, hogy előbb bizonyítsál már saját magadnak, hogy ezt te komolyan gondolod. És azért gondoltam, hogy jó, akkor Duolingo,
hallottam róla, ingyenes, meg kicsérték, hogy ez tök jó. Mondom, oké, addig nem megyek se nyelvtanárhoz, se sehova, amíg én a Duolingóval bennem bizonyítom magamnak, hogy én heteken, esetleg hónapokon keresztül ezt csinálom. És annyira jó volt, nekem nagyon tetszik ez a felület, hogy én azóta nem is érzem a szükségét annak, hogy tanárhoz menjek, hozzáteszem, vagy be kell vallanom, hogy én nekem elég jó nyelvérzékem. Tehát ezt sokan szokták mondani, így kollégák is, hogy azért azt ne hasonlíts már össze te magadat mással a nyelvtanulásban, mert az, amit te tudsz ilyen szempontból, vagy ilyen téren, ahhoz másnak sokkal több idő kell, vagy sokkal több tanulás. És az Anikó egyetértett, most nem tudom, a nyelvérzékeddel-e, vagy az, hogy nem kell az menni, de valamivel egyetértett, de majd biztos, hogy beírja, hogy mivel. A rendszerességgel biztos, hát ő is tudja. Várja, a rendszeresség. Mit érzel, amikor ezt a szót hallod, hogy rendszeresség? Én azt gondolom, hogy az a rendszeresség az, ami feltétlen egy olyan fűszer, ami nélkül nem lehet sikert főzni, mert ugye szoktuk itt ezt mondani, hogy csak egy döntésre vagy attól, hogy, meg ilyen, ezek ilyen marketing bullshitek, de egy valamelyik tanfolyamon vagy tréningen hallottam azt, de már nem emlékszem, hogy melyik volt, hogy soha nem egy döntés, hanem sok pici döntés egymás után. Tehát az egy döntés, hogy te beregisztrálsz a DXM-be, de az már sok pici döntés, hogy ma is teszek valamit, most is csinálok egy blogbejegyzést, vagy beszélek valakivel, teljesen mindegy, hogy online, offline. Ezek sok pici döntéseknek a szeredője, hogy sikeres leszek, vagy sikertelen. És az a rendszeresség az, hogy rendszeresen jól döntök, az feltétele a sikernek. Hogy látom, van egy hihetetlen csodálód, aki mereven nézi, és szerintem is. Igen, hallgatja a tanácsaidat. Én most mindenkit felszólítok, aki itt van, hogy tegyen fel kérdéseket, mert különben Zoli eltűnik, és nem lesz számotokra maximum egy fél év múlva, amikor újra meghívom így a beszélgetésbe, úgyhogy nyugodtan tegyetek fel. Ez szponzorod, ez rögtön hozzászólt. Erre kedves vagy. Igen, osztottál meg. Majd egyetlen egy végsőre visszajövök, de igen, a Tündi is, hogy a Kaizen módszer a neve, akit érdekel. Egyébként volt a Dobattóba is téma. Igen, volt. A Kaizen módszerről, tehát hogyha valaki szeretne többet tudni, akkor vissza tudja nézni a Dobattóba azt a videót, ami erről szólt. De ha nem jönnek a kérdések, akkor én egyetlen egy kérdést teszek fel, vagy inkább kérést, hogy itt vagyunk 33-an, nagyjából azt szoktam megnézni, hogy ezeknek a hétfői elérése olyan 1000 és 1500 között van, maximum az eddigi rekord az 3000 volt elérésekbe, és mondjuk olyan 300-an szokták nézni vagy belenézni. Hogy mit üzensz azoknak, akik most azt mondják, hogy fú, de jó az Olinak, hogy ennyi ember szponzorálni, vagy fú, de jó, hogy színpadon angolul megszólalt, vagy egyszerűen fú, de jó, hogy halad az üzletbe, hú, de jó, hogy ott van az ITSI-on, hú, de jó, hogy minden hónapban kvalifikál gyémánt, hogy mit üzensz azoknak, akik most a fejébe valami hasonló jár? Fú. Hát nem is tudom, hogy igazából a rendszeresség meg a motiváció nagyon nehéz erre választ adni, mert erről beszélgettünk a legutóbb valamelyik dobbantón is a motiváció kapcsán, hogy én nagyon élvezem ezt az utat. Hogy ezt hogy lehet elérni, hogy valaki élvezze azt, hogy DXN-t épít? Azt nem tudom. Egyrészt tetszik benne az, hogy a DXN termékeivel nagyon sok embernek tudunk segíteni. Az egy tök jó érzés, hogy ahogy itt mondtam is a beszélgetés során, hogy ha valaki magától a 39,5 pontos vásárlás után két hónappal később már 1200-ért vásárol, az attól van, hogy a termékek annyira jók. És az nekem egy tök jó visszajelzés, hogy valószínűleg ő is, nem azt mondom, hogy imába foglalja a nevemet, de biztos jó szívvel gondol rám, hogy én általam jutott elő ezekhez a termékekhez. Tehát ha valakinek ez fontos, hogy ő a világnak adjon valamit,
az embereknek adjon valamit, akkor a DXN az egy tök jó hely. A másik még az, hogy tudjátok, hogy milyen sokan nem hallottak még a Ganoderma-nak a nevéről se. Tehát olyan szinten, hogy úgy írja, hogy ebből a Kalodermából ő vásárolni szeretne. Ez így van. Tehát óriási a pálya. Egyrészt mondom, hogy a lelkednek jó lesz az, hogyha ezzel foglalkozol, másrészt meg tényleg, hogyha megtanulod jól csinálni, ugye ez is egy tök régi MLM-es vastörvény, ha megtanulod jól csinálni, és elég ideig csinálod jól, akkor meg kell, hogy érkezz a csúcsra. Szuper. Közben jönnek a kérdések, úgyhogy nem menekül, Zoli. Hát szeretettel köszöntemek Szilágyi Zsolt, Szizsó. Őről annyit érdemes tudni, ha már föltette a kérdést, és ide jött, hogy októberben volt az első DXR rendezvényén nulláról, és november végén ünnepelte a Star Agent szintjét. Úgyhogy itt mindenki előtt gratulálok, Szizsó, és téged még hallani fogunk a Dobantóba. Talán most csütörtökön, ha jól tudom, tehát most lesz majd az elismerések, de hogy Szizsó kérdezte tőled, Zoli, hogy hogyan telik egy átlagos napod? Hát én még sofőrként dolgozom, mert abból a bónuszból, amit mi keresünk, egyrészt annak a 60%-át mi valóban termékre költjük, másrészt még nem lehetne megélni akkor se, ha mindet felvenném. Tehát én sofőrként dolgozom, Ausztrián belül általában, és átlagosan a 10-11 órát ledolgozom minden nap, de néha belecsúszok a 13 meg a 15 órába is. Most engem keresnek Messengeren, WhatsAppon, e-mailben, időnként ránézek, hogyha olyan, hogy azonnal meg tudom válaszolni, mondjuk egy Messengerbe hagyhatok hangüzenetet vezetés közben is, az tök jó. Az e-mail már rosszabb, mert arra írásba kell válaszolni, azért azt nem szoktam így menet közben. És amikor hazaérek végre, akkor megválaszolom az e-maileket, ha már olyan is van, hogy már szponzorálom, tehát már benn van, most például volt ez a váratlan dolog, hogy a német központ hirtelen nem szolgál ki, hogy most megkeresnek azok, akik már esetleg évek óta a munkatársaim, hogy miért van nulla termék a e-Wordbe, hogy kell rendelni. Szóval ezek így elég rendesen lekötnek, és én folyamatosan kell, hogy gyártsak tartalmakat, most jelen esetben a TikTokra. Ezeket főleg hétvégén, tehát nekem a full az egész hétvégém a DXN-é, péntek délutántól számítva vasárnap estig, amikor én tartalmakat gyártok előre. És még nem beszélek arról, amiket így magamba kitalálok, hogy fú, kéne csinálni egy olyan videót is. Ejj, ez jó lenne. És akkor érted, elindul ez a művelet, meg kell írni a szövegét, utána kell nézni dolgoknak, hogy akkor ez hogy is van, az hány százalék, meg nem tudom. Tehát, hogy fú, én nekem azt kell betervezni, most nem hülyeség, hogy most pedig a hétvégén egy filmet megnézel, egy kedvenc filmre leülsz, és nyugodtan végignézel egy filmet. Na, hát így telik. De ne ijedjetek meg ezen, tudom, ez egy őrültség, tehát én egy őrült vagyok ilyen szempontból. Jó, de hogy mondjam, tehát nem mindennapi teljesítményt és eredményeket hozol létre, tehát átlagos teljesítménnyel, ugye erről beszéltünk, ez a Dobantóban is, átlagos teljesítménye nem lehet kiemelkedő eredményt elérni. Tehát kiemelkedő munkával lehet kiemelkedő eredményt elérni. Milyen tanácsa javaslatot indítani? Hadd mondjam el azt, most az jutott eszembe, Szabi, mikor kint voltunk a Turtle Beach-en, az Antaliai úton. Igen, és te mondtad, hogy egy hülye vagyok, hogy két órát fekszek a napon, és már meg vagyok őrül, vagy két órája nem dolgoztam. Tehát te tényleg ilyen vagyok. Igen, én meg elmentem egy órát futni onnan az érdeket, és se tudtam ott feküdni, ez igaz. Na szóval, hogy kapott a következő kérdés, milyen tanácsa javaslattal indítod útjára az új üzletépítődet? Tehát, hogyha konkrétan tudom azt, hogy ő üzletet akar építeni, tehát én azt mindig megvárom, én felajánlom azt, hogy van egy módszer arra, hogy olcsóbb legyen neki a termék, én nem szoktam nagy pénzekről beszélni, de tényleg úgy van, hogyha spórol minden hónapban 5000 forintot a termék árából, az is jó. Tehát ha tudom, hogy ő üzletet akar építeni, most van ilyen egy vagy két ember, akkor én azt javaslom, hogy nézze meg a startképzést. Először is ugye a Kócsó Laci féles friss startképzés, az a 2020-as, ha jól emlékszem. Igen. Azt nézze végig. Aztán a következő javaslatom, hogy nézze meg azt, amit mi dolgoztunk ki a nyáron, ami még nincs teljesen kész, ugye amiket a Dobantóba szoktunk nem felolvasni, de átdolgozva átadni. Mert abban, amit mi csináltunk veletek közösen, én azt gondolom, hogy abban minden benne van ahhoz, ami kell. Tehát ha azon valaki végigmegy és mindent megcsinál, ami abban bele van írva, akkor nem igaz, hogy nem lesz sikeres.
Ez így van. Ez köszönöm szépen, remélem Miki, hogy kielégítő volt a válasz. Anikótól, kiművölted magad a videógyártásból? Mit használsz szerkesztésre, és honnan vannak az effektek? Mi megvettük, az Adobe-nak van egy olyan havi előfizetése, ha jól emlékszem, olyan 50 euró körül van, és azban az összes Adobe program benne van, mindegyiket lehet használni, és az Adobe-nak van egyrészt a Premiere Pro nevű alkalmazása, ami ilyen videóvágásra való, egész picike effekttel, és egy ideje, amióta a Pro létezik. Akkor kezdtem beledolgozni magam az After Effects-be, ami sokkal, de sokkal bonyolultabb, és ami még lényeges, hogy nekünk van előfizetésünk egy videoblocks.com nevű oldalra, ahol ilyen pici kis videók vannak, amiket le tudsz tölteni. Tehát ha fizeted ezt a éves előfizetést, akkor onnan bármennyit le tudsz tölteni, és azt tudod használni. Hát ilyen vágóképek, vagy nem is tudom, mi ez ilyen. Tudjátok, lehet, hogy éppen kávécsészést bekavargatja valaki a mindent. És hogy itt vannak ilyen templétek is, amely már kész van. Tehát mondjuk egy szövegeffektus, és át tudod írni a szöveget, a színeket meg tudod változtatni, esetleg az időtartamán tudsz változtatni. Azok egyszerűbbek, mert ott nem kell teljesen a nulláról felépíteni egy effektet. Én ezeket használom. Igen, köszönöm. A többi az, az hála és köszönet. Meg hát jöttek Szizsónak is azért rendesen gratuláló üzenetek, egyébként meg is érdemli. Tehát ez abszolút. Másfél hónap alatt igen, majdnem a nulláról a Star Agency-t, úgyhogy ez tényleg szép volt. Még hogyha ugye nagyon jól jött a múlt havi, vagy az akció is, a Black Friday-es akció. Ágnes, szerintem Zoli a legjobban motivál bennünket, és minden személyesen segít, hogy bírod energiával. Mondj valami jó terméket Áginak. Bármelyik, mert mindegyik tehermentesíti a májat, és már is több energia marad neked, hogyha a máj nem azzal foglalkozik, hogy a savas táplálékot, amit bevittél, azt nullára lehozza. Szóval, hogy persze, én is fogyasztok rengeteget. Én szerintem, így személy szerint egy 350-400 eurót minden hónapban termékre költök. Én személyesen. És még a csillája azon felül. Tehát megvan a látszatja annak. Hát ez pontosan így van, azt gondolom. És valahol a siker itt kezdődik, és erről is beszéltünk a Dobantóval, hogy mi saját magunk vagyunk a legjobb reklám a saját termékeinknek. És egyszerűen nagyon örülök, de véges, és tartsuk be az időt, hogy nézhető legyen. De tényleg az elmúlt időszak, itt van a sikered, tényleg több mint 100 regisztrált 3 hónap alatt, de a mi csapatunkban is van a múlt hónapban is, aki 10-nél többet regisztrált közvetlen frontvonalra. Itt van a Szizsó, aki másfél hónap alatt Star Agency szintre jutott. Azt gondolom, hogy vannak olyan példák most itt, ami rengeteg motivációt adhat másoknak is, hogy valami nagyon szép időszak és nagyon lendületes időszak a következik a DXN-nek. Úgyhogy köszönöm, Zoli, a beszélgetést, nagyon hasznos volt, és szerintem a sorok között mindenki megtalálhatta és megtapasztalhatta azt, amit neki és az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időszakban csinálnia kell. Úgyhogy mindenkinek hajrá, jó fókuszt, jó célokat hozzá, és találkozunk holnap Budapesten, akik Budapesten ott lesznek, Cérna Marci lesz az előadó, a fiatal lendület és energia, akkor szerdán szintén online térbe várok mindenkit szerda este itt, és csütörtökön pedig a Dobantó, haladunk tovább Spekvalival, és tényleg érdemes a Dobantó is ott lenni, hiszen az igazi folyamatok, hogy mit csinálunk az új belépőkkel, aki üzletet akar építeni, ott szerintem nyomon követhető. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy itt voltál. Sziasztok! Szerintem szívesen! Sziasztok!